galambkiállítás, közeleg a középiskolai felvételin, felújították a Tiszaszőlősi utat, Prominorete alapítvány támogatása. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. január 10-én 18 óra 5 perckor. Az 1954-ben alapított Karcagi Galambtenyésztő Egyesület a Városi Sportcsarnokban tartotta éves kiállítását. Bazsó Istvántól, az Egyesület elnökétől megtudtuk, az Egyesület tagjai rendszeresen részt vesznek országos, területi rendezvényeken, kiállításokon, változó létszámban, de jelentős galambkollekcióval. Az Egyesület szakmai színvonalára jellemző három fő galambbíráló is van tagjaik között. 367 galambot hoztak kiállítani a tenyésztők, 21 településről, a környező településről, de volt Eger mellől is nevezünk, úgyhogy távolabbról is jönnek szívesen, meg visszatérő tenyésztők vannak nagy rész, de újak is előfordulnak, de bejáratok visszatérő tenyésztők vannak általában, és 24 fajta galamb van kiállítva, új fajta most nincsen, csak az a megszokott fajták vannak, de nagyon szép kollekciót sikerült összehozni. 10 bíráló bírálta a látható kollekciót, őket a Magyar Galambszövetség delegálta ide erre az alkalomra. Időben és jó minőségben, nagy megelégedésre végezték a munkájukat. Általában nagyon jól szoktunk szerepelni. 50 darab kiváló galamb lett mostani kiállításokon. 50 darab kiválót hoztak ki a bírálók, a szakmai bírálók. Azon kívül osztunk még egyéb más díjakat is, tiszteletdíjakat, karcag győztes díjakat. Ez már nem mint szakmai díj, hanem aki megtiszteli a kiállításunkat legalább 6 galambbal, annak adunk egy tisztelet díjat függetlenül a elért eredménytől, mert rászánta az idejét, a pénzét, meg egyáltalán bemutatta a kollekcióját. Majd legközelebb lehet, hogy jobban fog szerepelni a ő kollekciója, de így is, tehát mindenképpen ez hosszú évek óta, már több évtizedes hagyomány, hogy tiszteletünk jeléül adunk nekik is oklevet és serlegdíjat. A sportcsarnok maximálisan megfelel a mai kor követelményi előírásainak, és döntő mértékben járul hozzá egy magas színvonalú kiállítás megrendezéséhez, amit Karcagváros önkormányzatának, Dobos László polgármesternek is köszön az elnök, hiszen támogatásuk nélkül önerőből ilyen színvonalas kiállítást nem tudnának rendezni. Itt a hely is, azt nem győzik elégszer hangsúlyozni, hogy a környezet is nagyon fontos, hogy ilyen gyönyörű környezetben tudjuk kiállítani, bemutatni a galambjainkat. Ez végül is Európa szintűnek lehet mondani minden tovább, mert nem különben egy Európa kiállításnak a megrendezése a hely szempontjából. Tehát maximálisan kielégíti azt az igényt, a kiállítását támasztott igényt. Ezt megköszönöm ezúton is a Karcagváros önkormányzatának, hogy lehetőséget biztosít a Városi Sportcsarnokba ennek a rendezvénynek a megtartására, és támogatja az Egyesületünket már évtizedek óta természetesen. Az Egyesület igyekszik a galambászatot minél több fiatallal megismertetni, ezért népszerűsítik azt iskolákban. 5-18 éven aluli tagjuk van, akik közül 3-an ki is állítottak a hétvégén. Általában vagy édesapa, vagy nagyapa által jönnek fiatalok. Van 5 fiatalunk van, belülük 3-18 éven aluli, de az igazság, hogy mikor elérnek egy 18-19 éves kor, utána már vagy a tanulmányai, vagy az érdeklődési körük más irányba viszi őket, és kevésbé a galambászat vonzza, de ez később meg fog változni, mert van olyan, aki ott itt hagyta az Egyesületet 18 éves korában, és most 38 éves korában visszajött tagnak, és tovább csinálja, mikor már valamilyen szinten egzisztenciát, családot alapított, teremtett egzisztenciát. Utána él egy kicsit a régen is szeretett hobbiának, és újra kezdi a galambászatot. Szívesen várunk természetesen mindenkit, meg mi is próbáljuk az ifjúság
a fiatalság körében minél szélesebb körben megismertetni, megszeretetni ezt a hobbit, mert ez változó sikerrel megy, mert annyi minden más irányba is csábulnak, de hát ez ilyen az élet, de igyekszünk azért nem feladni, és akkor utána menni a dolgoknak, hogy ezen vagyunk. Tiszteletdíjakat vasárnap Szepesi Tibor, a Dérinél Kulturális Központ igazgatója adta át, és jó versenyzést és eredményes munkát kívánt minden tenyésztőnek 2020-ra. Mint elhangzott, a kiállításra 21 vidéki és 14 hazai kiállító 367 galambot hozott el Szeghalomtól, Hunszentmártonon át, Berettyóújfaluig. A tenyésztői hatos csapatverseny nagytestű alakgalamb győztese a karcagi Labonc Ferenc, második a karcagi Barát Lajos, a harmadik a Nyásapátiból érkezett Öhler Tibor lett. Hatos csapatverseny nagytestű alakgalamb győztese Gyóllányi Sándor Hunszentmártonból, a második Szeghalmibai Károly, harmadik a kisújszállási Nagy Sándor lett. Tenyésztői hatos csapatverseny győztese a kisújszállási Baranyi Géza, akit fia Baranya Ádám és a Berettyóújfalui Pántya Imre követett a dobogon. Hatos csapatverseny vízgalam nyertese a karcagi Sipos Gábor, második Berettyóújfaluból Pántya Imre, negyedik a karcagi Donkó Szilvia lett galambjaival. Közeleg a középiskolai felvételi a nyolcadikosoknak, illetve a 6 és 8 osztályos gimnáziumba készülő alsóbb éveseknek. Január 18-án kell megírniuk a központi írásbeli vizsgát matematikából és magyarból. A 2020-as tanévre gimnáziumi képzést 546, technikumit 236, szakképző iskolai képzést pedig 168 intézmény hirdetett országszerte. Újdonság, hogy a szakképzésben 2020-tól minden tanuló ösztöndíjat kap, írta a Magyar Nemzet csütörtökön. Budapesten csaknem 200 középfokú intézmény várja a jelentkezőket, vidéken, Pest megyében és Borsod-Abaúj-Zemplénben van a legtöbb középiskola, a legszűkebb választék Nógrádban érhető el. Az iskolák kétharmada szervez írásbeli vizsgát, ám a szabályok szerint csak a gimnáziumok és a technikumok követelhetnek meg felvételit, a három éves szakképzésbe az általános iskolai jegyek alapján lehet bekerülni, ismerteti a lap. A cikk kitért arra, hogy bár a megújított nemzeti alaptanterv még nem nyilvános, a kezdő évfolyamokon a kormány tervei szerint szeptembertől életbe lép, a gimnáziumok 9. osztályában így várhatóan változik a tananyag és módosulhatnak az óraszámok is. A szakképzésbe jelentkezőket pedig biztos, hogy teljesen átszabott tananyag várja, és újdonság, hogy mindegyikük ösztöndíjat kap. A most felvételiző diákoknak az alapozási szakaszban, amíg a gyakorlat meg nem kezdődik, technikumban havi 7000, szakképzőiskolában pedig 14000 forint jár. A Magyar Közút Nonprofit ZRT beruházásában megújult a 3217-es jelű Kunhegyes-Tiszaszőlős összekötő út 4,79 kilométeres szakasza. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező a Strabel konzorcium hazai forrásból bruttó mintegy 254,5 millió forintból készítette el a beruházást, amely a Tiszaszent Imre előtti útszakaszt érintette. A Tiszaszent Imrén megtartott ünnepélyes átadáson avató beszédet mondott F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Beszédében elmondta, hogy innentől kezdve egy új, jó minőségű úton közlekedhetnek a Tiszaszent Imre és Tomaj Monostora szakaszán járó autósok. A Tiszaszent Imre Tomaj Monostorát összekötő útszakaszon került sor egy felújításra, egy teljes körű felújításra, egy olyan műszaki megoldással, ami szerintem példaértékű, mert egy régi alföldi gyenge alapokkal rendelkező utat teljes mértékben megerősített és felújított. Ez hazai magyar forrásból, a Magyar Falu programból sikerült megvalósítani ezt az utat, és remélhetőleg majd még több utat is itt a környéken. Ez eddig volt a legrosszabb útszakasz, utána most már van még három rosszabb útszakasz, ezen a részen még jövő évben a Bátszalók felé lesz egy útszakasz tovább építve, és itt a Karcag, Kunmadras, a Tiszató térségében egyre több útszakaszt akarunk minden évben haladva előre felépíteni, felújítani, hiszen van mit bepótolnunk.
Az átadón jelen volt még és köszöntőt mondott Kubai Imrem, a Jászlóskun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke, Poncz úrné Tóth Ibolya, Tisza Szent Imre polgármestere. Egyrészt egymást a települések lakói könnyebben elérik, másrészt pedig a járásközpontokat is, ahol ügyet intéznek, sokkal kényelmesebben, könnyedebben elérik, és talán nagyobb bizakodással vágnak bele abba az útba, ami előttük áll. Nyilvánvaló, hogy a biztonságosabb közlekedést is lehetővé teszi ez a jó minőségű aszfalt, valamint az, hogyha valakit esetlegesen valamilyen probléma vagy betegség ér, akkor hozzá a mentő is sokkal könnyebben, rövidebb idő alatt ki fog érni, és ez nagyban hozzájárul az életesélyeink növekedéséhez. Valamint számunkra ez a táj a legszebb táj a világon. Itt élünk, itt születtünk, és ha valaki erre téved és rácsodálkozik a településeink szépségére, a külterületek szépségére, akkor ezeken az utakon valószínűleg nagyobb biztonsággal fog majd közlekedni, és nagyobb valószínűséggel fog majd visszatérni. És ha a visszatérő vendégek fogják a Tiszató és környékét látogatni, akkor a gazdaság is fejlődhet, a gazdaság fejlődésének a motorja lehet egy jó minőségű útszakasz, és az, amit már régen az emberek szinte az életüket is elunták ezeken a rossz minőségű utakon, az életkedőket is visszaadja az itt élőknek, hiszen az is fontos, hogy aki innen származik el, az minél nagyobb biztonsággal tudjon visszatérni ide, és tudja erősíteni az itt élő családtagjának, az itt élő hagyományainak az erejét. Várhatóak még újabb szakaszok. Az, amit Berekfürdő környékén, a Berekfürdő bekötő út felújításakor láttunk, Berekfürdő gazdaságának egy újabb szárnyat adott ez a jó minőségű aszfalt, ami elkészült. Annak idején a Karceg és Kumadaras közötti szakasz felújításával is ugyanezt történt. A Karceg és a Kumadarasi vállalkozások egyre elkezdtek erősödni, szaporodni, gyarapodni, és az a célunk, hogy olyan gazdaságfejlesztési projektek települjenek ide ezekre a településekre, amiket nyilván megyei önkormányzat segítségével, de a kormányzati forrásokra támaszkodva tudunk megvalósítani. Nagy köszönet ezért a kormánynak, hogy odafigyel a vidéki térségekre és azokra a kis településekre, amik csak itt tudnak fönnmaradni a jövőben. A beruházás részleteit Váncsa Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Jászlóskun-Szolnok megyei igazgatója ismertette, valamint a fejlesztést Vidó Zoltán, a Strabag műszaki vezetője jelentette készre. Ráépítéses technológiával épült, ami újdonság a megyénkben és a térségünkben is, ugyanis nem cseréljük ki az útalapot, hanem arra georács kerül, arra pedig egy 20 cm vastag kőréteg, ennyivel gazdagodik a befogadó felület, és erre jön majd az a két aszfalt réteg, ami 5 cm kötőréteg és 3,5 cm kopórétegként teszi a szolgálatát. A út elkészítése után, az aszfaltrétegek megvalósítása után jött az a patka építés, ami még nem teljesen kész, de már az út használtatás szerűen működik. Ez helyenként 1,5 méter, van ahol csak 1 méter széles, attól függ, hogy a forgalom mit igényel. Az árkot is kitakarították, ahol szükséges volt a víz elfolyása érdekében. Hát itt hátunk mögött szemléletesen ez meg is látható. Buszmegállókat felújítottak, peronokat, forgalomtechnikai beavatkozások készültek el, 43 darab kresztábla és burkolatjel festés, az a tartós burkolatjel került beépítésre. Mindenre 100 nap volt szükséges, és ahogy már elhangzott, 594 millió forint a nettó összege ennek az útnak. A Strabag általános építő Kft. Strabag konzorciuma végezte, és a lebonyolító a Magyar Közút Nonprofit ZRT Jászlóskun-Szolnok megyei igazgatósága volt. Ahogyan az átadón elhangzott, a Magyar Közút Nonprofit ZRT bízik abban, hogy a gondozásában megújult 3217-es jelű Kunhegyes Tiszaszőlős összekötő út 4,079 kilométeres szakasza minden közlekedő megelégedésére szolgál majd, a térségben pedig betölti a neki szánt szerepet. A beruházás megvalósulást követően nő a forgalombiztonság, nagy mértékben javul az útszolgáltatási színvonala, és az utazási időben is várhatóan rövidülés lesz tapasztalható. A kisebbségekért Prominorate Alapítvány a 24. Csángó Bál megrendezéséhez a Karca Városi Önkormányzat támogatását kérte, tájékoztatta a Karca Televíziót Dobos László polgármester.
A rendezvény szervezői a moldvai magyarság létét alapjaiban fenyegető kedvezőtlen társadalmi és gazdasági folyamatokra kívánják felhívni a közvélemény figyelmét, és támogatni igyekeznek a csángó magyarság megmaradását, illetve felemelkedését célzó erőfeszítéseket. A karcagvárosi önkormányzat képviselőtestülete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendeletével szabályozta az egyes szervezetek támogatását. A rendelet 6. paragrafus 2. bekezdése szerint az alapítványnak történő önkormányzati támogatás átadásáról szóló döntés meghozatalára a képviselőtestület jogosult. A polgármester javasolta, hogy a karcagvárosi önkormányzat 20.000 forinttal támogassa a kisebbségekért Pro Minorate alapítvány 24. csángóbál megrendezése érdekében. A képviselőtestület a 24. csángóbál megrendezése érdekében a kisebbségekért Pro Minorate alapítványt 20.000 forinttal támogatja. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!